Elkészült a Város 2019-es költségvetési koncepciója, több beruházás is megvalósulhat az idei évben. Rendőrségi statisztikák, 3%-kal csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Bővíti képzési palettáját az Óvári Egyetem, mezőgazdasági, vízgazdálkodási mérnököket is képeznek majd szeptembertől. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Az első és legfontosabb feladat 2019-ben, hogy befejeződjenek azok a topos pályázatok, amik már hosszabb ideje halasztódnak. Ezek közé tartozik többi között a Kaiser-telep munkáinak befejezése, a Mofém Kultúrház felújítása és a Kiserdő úti híd bővítése is, amik az idei év végéig elkészülnek majd. Még a 2018-as év utolsó decemberi testületi ülésén tárgyaltak a képviselők a 2019. év költségvetési koncepciójáról, ami az idei év terveit tartalmazza. Addigra ugyanis nagyjából már összeálltak a központi költségvetés irányszáma is, így az önkormányzat is megkezdhette a tervezést. A város költségvetésének fele a központi költségvetésből érkezik, másik felét pedig a helyi adók és egyéb adóbevételek teszik ki. Az önkormányzati működés egyre nagyobb költséget jelent, ebből is főként a bérek emelkedése az, ami jelentős. Az önkormányzat korábban meghirdetett egy 3 éves béremelési programot, aminek a 3. évét 2019-ben érik el. Ha teljesíteni tudják a korábban kitűzött célokat, akkor egy több mint 30%-os béremelésben részesülnek a közalkalmazottak és köztisztviselők, ami több mint 100 millió forintos tételt jelent évente. A dologi kiadásainkat általában szinten szoktuk tervezni, tehát az van, hogyha egy intézmény hozzászokott egy dologi kiadási szinthez, akkor azon nagy változtatást nem eszközölünk. Ugye ezeknek is nagy része rezsi jellegű kiadás és hasonló. Innentől kezdve jönnek az érdekesebb dolgok. Számba kell venni, hogy tavalyról mi maradt el, vagy mit szerződtünk már le, mi az, amit a testület eldöntött, azok kötelezően megvalósítandó tételek. És akkor van egy fejlesztési elképzelés, amit a még maradó, esetleg maradó pénzekből meg kellene valósítani. A 2019-es év legfontosabb feladata, hogy az eddig elhúzódó topos pályázatok az év végéig befejeződjenek. Azonban továbbra is van 3-4 olyan nagyobb téptékű program, aminek a költségvonzata még nem látszik. Ugyanis napi problémát jelent az, hogy például az építőiparban az anyagárak növekednek, emelkednek a vállalási díjak is, a vállalkozók pedig nehezen adnak árajánlatot, ugyanis nem tudják kiszámítani, hogy miként alakulnak a beruházás ideje alatt az anyagárak. A legnagyobb beruházások között szerepel többi között a Mofém Kultúrház felújítása is, ami az idei évben elkészül. Mindig a Mofém Kultúrházra kezdem, mert pályázati szempontból is ez a legtámogatott, tehát ugye közel 500 millió forinttal, ebből is 370-380 millió magának a beruházásnak a támogatási összege, tehát ez messze a legmagasabb támogatási mérték, de az már nyilvánvaló, hogy nem lesz elég ennek az épületnek a padlástól, a pincéig, a kerttől, az útkapcsolatán át a mindenféle egyéb dolgaira. Csak az a kérdés, mennyire nem lesz elég. Úgyhogy éppen ezek azok az érdekes dolgok. Közbeszerzőnél vannak a tervek, majd a kapott árajánlatok eldöntik, hogy gyakorlatilag mi lesz a sorsa. Megvalósítani mindenképpen szeretnénk. Szintén nagy projekt a Kaiser telephely teljes rekonstrukciója, aminek finanszírozásában szükség lesz majd pótlásra. A Kiserdő úti Lajtahíd bővítését pedig már régóta tervezik, ami egy 350 millió forintos tétellel van terv szinten beállítva a költségvetésbe. Közbeszerzési szakaszban van egy 100 ágyas munkásszálló építése is. Mindezek mellett több kisebb beruházás is folyamatban van, mint a munkásszálló bővítés és korszerűsítés, a központi konyha végső munkálatainak befejezése, valamint a városháza teljes tetőszerkezetének cseréje, illetve a külső homlokzat felújítása. Jelentős javulás mutatkozik a Mosonmagyaróvári és környékbeli utakon a személyi sérülésekkel járó balesetek vonatkozásában 2018-ban az előző évihez képest. A balesetek visszaszorítása érdekében a rendőrség fokozott ellenőrzéseket tart az utakon a jövőben is. 2018-ban összesen 3%-kal csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma az előző évihez képest, míg a halálos balesetek száma 40%-kal csökkent 2017-hez képest. Mindezek mellett csökkent a súlyos sérüléssel járó balesetek száma is, azonban nőtt a könnyű sérüléssel járó balesetek száma. A statisztikák szerint az összes személyi sérüléssel járó baleset mintegy 6%-át ittas vezető okozta, annak érdekében pedig, hogy ez az érték csökkenjen a jövőben, kiemelten kezelik a továbbiakban is az ittas vezetés ellenőrzését.
Legtöbbször a FIM módszerre végrehajtott ittasság ellenőrzés alkalmazzuk, amelynek a lényege az, hogy minden járművezető megállításra kerül, alkoholszondás ellenőrzés kerül velük szemben alkalmazásra, és amennyiben a szonda negatív értéket mutat, akkor járművezetők további intézkedés nélkül tovább folytathatják útjukat, amennyiben viszont a szonda pozitív értéket mutat, velük szemben eljárás megindítására kerül sor. 2018-ban a főbb baleseti okok között szerepel a figyelmetlenség miatti elsőbségadás elmulasztása. Továbbra is nagy probléma, hogy a kijelölt szakaszokon nem biztosítanak elsőbséget a gyalogosoknak, valamint hogy a tilos jelzés ellenére behajtanak a kereszteződésekbe az autósok. Ezek a baleseti tényezők elkerülhetőek lennének, ezért a rendőrség a jövőben is kiemelten ellenőrzi majd a veszélyesebb útszakaszokat. A baleseti okok közé tartozik továbbá a sebességtúllépés, ezért 2018-ban emelték a megállításos sebességellenőrzések számát. Ez annyit jelent, hogy nem csak a közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértések esetén éltünk szankcióval, hanem annál kisebb sebesség túlépőkkel szemben is helyszíni bírságot szabtak ki kollégáim. Ami emelkedett viszont, az a kerékpárosok által okozott balesetek száma. Itt felhívnám a figyelmet a kerékpárosok közlekedésére, mert az a tapasztalat, hogy vagy nincsenek tudatában a KRESZ szabályoknak, vagy mint jármű vezetői engedéllyel rendelkeznek, de kerékpárral közlekednek, akkor úgy gondolják, hogy rájuk a KRESZ szabályok nem vonatkoznak. A rendőrség a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a közúti ellenőrzésekre annak érdekében, hogy megakadályozzák, ezáltal pedig csökkentsék a balesetek számát. A 2019-2020-as tanévtől kezdve új képzést indít a Széchenyi István Egyetem mezőgazdaság és élelmiszertudományi kara. Szeptembertől ugyanis már mezőgazdasági, vízgazdálkodási mérnököket is képeznek majd mesterképzési szakon. Javában tart már a hazai egyetemeken a vizsgaidőszak, így a Széchenyi István Egyetem mezőgazdaság és élelmiszertudományi karán is. Az intézmény folyamatosan bővíti képzéseit a piaci igényeknek megfelelően, így 2019. szeptemberétől egy új mesterképzési szakkal várják majd a hallgatókat. Mind a szakmérnök képzéseinket bővítjük, mind pedig a mesterképzéseinket. Ennek egyik legújabb példája a mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök mesterképzési szak. Ennek a szaknak a felelőse dr. Szakálpál professzor úr, aki kidolgozta és vezeti ezt a szakot. 1883 és 1944 között az országban egyedülálló módon az Óvári Akadémián volt csak vízzel kapcsolatos képzés, ahol olyan kultúrmérnökök végeztek, akik a Műszaki Egyetemen fejezték be tanulmányaikat, ezután választották a Moson-Magyaróvári Intézményt. Nemzetközileg elismert szakemberek kerültek ki az Óvári Akadémiáról, ezért is van nagy jelentősége annak, hogy ismét el tudják indítani a vízgazdálkodási mérnöki képzést, ezzel pedig megfelelő szakembereket biztosítanak. Elsősorban a mezőgazdaság területén, de ugyanúgy, mint bármely vizes ma építőmérnököknél van még ilyen vízügyi képzés, a Műszaki Egyetemen mesterképzésbe ugyanazokat a szaktantárgyakat szinte tanulják, a hidraulikától kezdve, a vizes ismeretektől kezdve, vízminőséggel, a víz kémiájával, a víz mikrobiológiájával ugyanúgy foglalkozunk. Nem véletlen, hogy az Óvári Gárdának sikerült ezt a szakot, mesterszakot beindítani, az akkreditációs bizottság is nagyon jó minősítést adott, elismerve tényleg az óvári szakembereknek, óvári oktatók, kutatóknak a jó tudását, ezt a szakot ennek meg nem tudtuk beindítani. Az Óvári Egyetemnek tehát egy nagy vágya teljesült azzal, hogy elindíthatja az új mérnöki mesterképzését helyi cégekkel való közös együttműködés keretében. Nagyon jó a Moson-Magyaróvári Aqua Szolgáltató Kft-vel a kapcsolat, mint kihelyezett tanszék, a Győrszóllal, a Pannon vízművel, vagy az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatósága is. Tehát mindenki segíti, hogy a képzésünk minél magasabb szintű legyen, hisz csak a jó gyakorlati szakemberek segítségével valósítható meg egy igazán jó képzés. A Széchenyi István Egyetem mezőgazdaság és élelmiszertudományi kara a tervek szerint a jövőben elindítaná majd a víz- és környezettechnológus BSC szakot is, magyar-angol nyelven, amire szintén nagy érdeklődés mutatkozik már most is. A pályaválasztás előtt álló diákokat pedig legközelebb január 16-án szerdán reggel 8 órától várják a Győri Kampuszon a nyitott kapuk napjára. A Moson vármegye információi szerint érvényes jogosítvány nélkül vezetett az a férfi, aki vélhetően ittasan okozott balesetet Halászi és Darnozsali között csütörtök délelőtt. A sofőr vezetői engedélyét ugyanis korábban ittas vezetés miatt már bevonták.
Egy Volkswagen Bora haladt halászi felől Darnózseli irányába, amikor a vizsgálat jelenlegi adatai szerint a sofőr vélhetően ittassága és relatív gyors hajtás miatt elvesztette uralmát a jármű felett, ezért jobbra lehajtott az útról, majd megpördült és bal oldalára fordulva az út mentén állt meg. Az autót vezető férfi ugyan nem sérült meg a balesetben, ám a lap információi szerint meglehetősen ittas állapotban volt. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. A Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub a karácsonyi jótékonysági mérkőzés bevételének egy részéből egy nagy teljesítményű, több funkciós fénymásológépet vásárolt a kórháznak, olvasható az MKC honlapján. Az ajándékot kifejezetten a Karolina Kórház gyermekosztályának kérésére szerezte be a Kézilabda Klub, amit csütörtökön hivatalosan is átadtak a kórház részére, aminek nagyon örültek és azonnal használatba is vettek. A fénymásológépet Horváth Csé Attila, az MKC elnöke adta át, akit elkísért Lencse Gyula klubigazgató, és három kézilabdázó, Lucia Gubikova, Katona Flóra és Solc Andrea is. A játékosok készségfejlesztő füzeteket, albumokat és színes ceruzákat is vittek a kórházban fekvő kis betegeknek. Az ajándékok átadásánál jelen volt dr. Bertalan István, a Karolina Kórház főigazgató főorvosa, és dr. Szijjártó László, a gyermekosztály vezető főorvosa. Néhány mondatban a hétvége időjárásáról. Szombat délelőttől az ország nagy részén csapadékra kell számítani, gyenge havazás formájában. Megélénkül a légmozgás, ami helyenként meg is erősödhet. Mosonmagyaróváron és környékén plusz 4 fokot mérhetünk. Vasárnap sem csökken a csapadékhajlam, este pedig egy újabb csapadékzóna éri el hazánkat. Marad az élénk légmozgás, plusz 6 fokot mérhetünk majd térségünkben. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Palenik József, a Lajta Néptánc Együttes művészeti vezetője, akivel Horváth Megyesi Kata beszélget. Ezután a Gázfröccs című magazinműsort nézhetik meg. Hétvégén a decemberi nyugdíjas egyetem előadását vetítjük. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!